Sajtótájékoztatót tartott a Szövetség a Híros Városért Egyesület ma délelőtt a Bács-Kiskun megyei iparkamara előtt. Az eseményt azért szervezték meg a képviselők, mert a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Parrag László egy olyan javaslatot tett, miszerint a vállalkozói adóterheket a helyi adó felfüggesztésével csökkentenék. A sajtótájékoztatón Király József, a Szövetség a Híros Városért Egyesület képviselője ezzel kapcsolatban azt mondta, a város üres zsebében nyúlkál Parrag László. A képviselő szerint nincsen olyan rész kecskemét költségvetésében, amiből el lehetne venni. Király József, mint helyi vállalkozó azt is hozzátette, hogy a vállalkozók sokkal szívesebben adóznak oda, ahol látják, mi lesz a pénzükből. Mint mondta, mindenki büszke, hogy Kecskemét hogyan fejlődik, és nem is reklamáltak azért, hogy adót kell befizetni, hiszen ez természetes. Ezután a képviselő felszólította Gál József alpolgármestert, mint a Bács-Kiskun megyei iparkamara elnökét, hogy ha nem ért egyet Parrag László kijelentésével, akkor ezt vállalja fel, de ha nem mond semmit vagy egyetért, akkor mondjon le alpolgármesteri címéről. Józsa Bálint a frakció szóvívője hozzátette, ha Parrag László komolyan gondolja felvetését, akkor szívesen körbevezeti őt Kecskeméten, hogy megmutassa, mire is költeni a város az adóból befolyt összeget. Néhány napja egy nyílt levél formájában a sajtótájékoztatón elhangzott aggályokat már megfogalmazta a szövetség. Gál József pedig már a sajtótájékoztatót megelőzően elküldte válaszát. Ebben arra figyelmezteti az ellenzéket, hogy Parrag helyi adókat érintő javaslata egy komplex csomag része, amelyről zajlanak az egyeztetések. Az alternatíváknak, modelleknek pedig fontos eleme az önkormányzatok kieső bevételeinek kezelése. Gál József arra kérte az ellenzéket, hogy ne ragadjanak ki egyetlen elemet egy olyan átalakítási folyamatból, amelynek célja a vállalkozások segítése az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett, és semmiképpen sem az önkormányzatok rovására. Gál József azt írja, jó magam is azt vallom, amit szemerei népataki Klaudia kecskemét polgármestere. Nem az a kérdés, hogy szedünk-e vagy sem helyi adókat a vállalkozásoktól, hanem az, hogy a működéshez szükséges források rendelkezésre álljanak az önkormányzatok finanszírozásának átalakításával. Áll az alpolgármester válaszában, aki hozzátette azt is, hogy ezt az álláspontját több alkalommal határozottan jelezte Paraglászló László felé is.